Fiú és a Szentlélek nevében. Jövünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, mostani szentmisénket Taller Mihályné és hozzátartozók lelke üdvért imádkozzuk. Hogy méltó módon vegyünk részt a legszentebb közbenjárásban, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, mindenható Istennek, Istennek te testvéreim, hogy sokszor védkeztem, gondoltál, szóltál, és cselekedettel, és hozzással. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Istenünk,
benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a múlandó javakat, hogy szívünk már most maradandókhoz ragaszkodjék, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki feled éli és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök örökké. Olvasmány a királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten, bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta, Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgádat te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki. Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje.
Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat kiválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, ezt felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igényei. Krisztusban szeretett testvérek, mai evangéliumunk nagyon szép és tartalmas. Úr Jézus két példabeszédet mond az evangélium elején. Mind a kettő mindennapi életben alkalmazható. Az ember alapvetően vágyik az Istenre, az Istennel való kapcsolatra, és nyilván az örök életre. De hogyan tudja ezt elérni? Hogyan tudok én az Istennel találkozni? Azt mondja, hogy kiment valaki szántani. Nyilván előtte is szántottak már abban a földben, arattak, vetettek, de nem találták meg a kincset. Ez az ember mélyebbre nyomta az eke szarvát, mondhatnánk lelkiismeretesebben végezte a maga munkáját, amit rábíztak, ezért megtapasztalta, megtalálta azt a bizonyos kincset. De mindennapi életünkben gyakran vagyunk úgy, hogy hol van az Isten, hol találkozhatok vele. Nem úgy rég jött hozzám valaki gyónni, édesanyja, feleség, egyéb munkái is vannak. Megfáradt. És hogy hol van az Isten? És akkor megkérdeztem tőle, hogy amikor kimossa a gyerekének a ruháját, kivasalja, az fárasztó.
Mondta, hogy igen. De mondom, amikor a gyerek fölveszi azt a ruhát és szaladgál, akkor az úgy öröm. Mondta, hogy persze. Amikor családanyaként oda teszi az asztalra az étket, bevásárolt, megfőzött, előkészített, az asztalra helyezett, és mint a sáskák lerágják az asztalt, akkor az úgy öröm. Mondta, hogy igen. Amikor a férje irányába kedveskedik, és talán az még vissza is kedveskedik, az öröm. Mondta, hogy igen. Amikor a munkájában dicséretet kap, mert elvégezte jól a munkáját, akkor az öröm. És mondta, hogy igen. Mondta, hogy na ott az Isten. Mindegyik végén, mindegyik munkában, mindegyik kötelességben, ha az ember mer előre tekinteni, és próbálja jól végezni, akkor ott van az öröm, azaz ott van az Isten. Kérdés, hogy milyen lelkülettel állunk neki, magunk életében szántani, hogy szeretnénk alaposak lenni, a lehető legtökéletesebbet, tőlünk telhető legtökéletesebbet végezni, vagy csak immel ámmal. Ha immel ámmal végezzük a kötelességünket, nem leszünk boldogok. Ha Krisztusért, Krisztus által és Krisztussal végezzük, akkor bizony megjelenik a fáradtságunknak a végén az Isten. És teljesen mindegy, hogy milyen munkánk van, milyen hivatásunk van. Ha abba önmagunktól telhető maximálisat beletesszük, akkor ott van a jó Isten a végén. És jó volna a mai világba ezt a gondolatot azért elültetni, hogy az állapotbeli kötelességünket tőlünk telhetően, a lehető legtökéletesebben próbáljuk végezni. Csetlünk, botlunk, hibázunk, benne van. De meglátom a végén az Istennek a kegyelmét, megtapasztalom az Istennek a segítségét is. Mondhatnám, a materiális ember az elmerül a maga kötelességeiben, belesavanyodik. A keresztény embernek van hova tekintenie, van kire tekintenie. Amiért, aki által, akivel tudom végezni a magam munkáját. Lehetek családanya, családapa, nagypapa, nagymama, sorolhatjuk a családban elfoglalt helyünket. Ha én Krisztusra tekintek, meglátom a munkám gyümölcsét és eredményét. Egy-egy mosolyt, egy-egy kedves szót. És ugyanakkor azért megfordítanám a helyzetet, hogy a körülöttünk lévőkre hogyan tekintünk, miként tekintünk. Azt mondom, hogy nekem jár. Én megérdemlem. De tudok-e őszintén köszönetet mondani mindazokért a segítségekért, amiket az életben kapok, a családban, a közösségben, a világban. Isten képmását hordozom, tudnom kell a másik emberben meglátni az Isten kegyelmét, észrevenni az ő fáradozását, észrevenni azt, hogy ő mélyebben szánt, és az Istent keresi. Odafigyelni a másik emberre. Hiányzik valahol a világból. A másik példabeszéd szintén nagyon szép és nagyon hangzatos.
Kereskedő igaz gyöngyöt keres. Nyilván tele a tarisznyája mindenféle fajta kövekkel, féldrága, drága kövekkel, de ő igaz gyöngyöt akar keresni. Amikor megtalálja, akkor minden, ami van, azt eladja, mert az igaz gyöngy, ami őt boldoggá teszi. Itt valahol mi emberek is így vagyunk az életben, hogy sok mindent hordozunk a magunk tarisznyájában, a magunk életében, amitől boldogságot remélünk. Vágyunk úgy az igaz gyöngyre, de ezektől meg nem tudunk megszabadulni. Mert mindig feltételeket szabunk, hogy mikor leszek boldog. Boldog leszek, ha, és felsoroljuk a magunk életében. Boldognak lenni nem más, mint Istennel közösségben lenni, közösségben élni. És nyilván az ember erre az igaz gyöngyre rálel, mondhatjuk, hogy a bölcsességre lel rá, és az igazi szeretetre. Ha én tudok Istennel egységben lenni, és elengedni azokat a materiális dolgokat, amitől boldogságot várok, boldogságot reméltem, valóban tudok boldog lenni, és boldogságot adni másoknak. De ehhez keresni kell az Isten kapcsolatot, és nyilván nem félni áldozatot hozni Isten iránti szeretetből, az Isten iránti kapcsolatból. Ezeket a lépéseket az ember megmeri tenni, akkor megtalálja az igazi gyöngyöt, az örökké valóság felé vezető, nem könnyű, de boldog utat. A harmadik példabeszéd rajtunk múlik, hogy amikor majd a Jóisten elé kerülünk, partra vonják azt a bizonyos hálót, akkor hova fogunk kerülni? Akartunk-e maximálisan az állapotbeli kötelességeinkben megfelelni? Kerestük-e az Istennel való kapcsolatot? Nem foghatjuk másokra, nem mondhatjuk, hogy ezért vagy azért nem alakítottam ki személyes Isten kapcsolatot. Ezért a mai szentmisében imádkozzunk azért, kérjük a Szentlélek Úristentől, hogy magunk állapotbeli kötelességét merjük önmagunkhoz mérten a lehető legtökéletesebben, a legjobban végezni, és azt a bizonyos igaz gyöngyöt, az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való egységet pedig mindenek felett keresni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amúgyunkban, aki fogantatott szemszerettől, született Jézusban Máriától, szenvedett Pontius Pilátus, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül minden hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testek szabadását, és az örökké. Imádkozzunk testvéreim, mennyei atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet. Adj urunk bölcsességet Szent Atyánknak, püspökeinknek és papjainknak,
hogy a helyes úton vezessék népedet az örök hazafelé. Kérünk téged, hallgass minket. Adjunk bölcsességet a világ vezetőinek, hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket és az egész emberiség javát. Kérünk téged, hallgass minket. Adjunk bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk bölcsességet a szülőknek, hogy gyermekeiket az örök értékek megbecsülésére neveljék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Istenünk, add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség lelkét, hogy az igaz javakat ne csak felismerjék, hanem akár áldozatok árán is, azok megszerzésére törekedjenek Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd. Add, hogy ez a szent áldozat kegyelmed erejével szentelje meg földi életünket, és vezessen el az örök boldogságra Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, igazságos, illő, üdvös, hogy mindig mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, újjongva szentjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, mint szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, ki Krisztus testében, vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten. Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörök örökké. A Istent atyánknak hívjuk, nagy bizalommal, így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörök örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkorra. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy velük oda jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívedre. Krisztus test és mi az a édes Jézus, a sátán
hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, közben járunk, szószorunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiad szenvedésének örök emlékét. Ad kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetedben ő maga adott nekünk, ki él és uralkodik mindörök örökké. Hirdetném a kedves testvéreknek, holnap a Szent Misénk 18 órakor az Annak kápolnánál lesz. Kedden reggel 7 órakor lesz itt Szent Mise. Csütörtökön 15 órakor Brandauer Istvánné Kárpáti Mária temetési miséje lesz, 17 órakor pedig Timofi Klára temetési miséje. Pénteken az esti Szent Misénket elhunyt édesanyja lelke üdvéért imádkozzuk. Szombaton 3-4-6-tól szentségimádás, az esti szentmisét Jederán család elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Vasárnap reggel 3-4-8-kor német nyelvű szentmise, a nagymisét elhunyt szülőkért ajánljuk föl, az esti szentmisét földesi szülők és gyermekeik lelke üdvéért imádkozzuk. Holnap délelőtt templom elé beállít majd egy hatalmas nagy busz, amely pálos rendtörténeti kiállítást fogja tartalmazni. Az 27-től 30-áig lesz megtekinthető, délelőtt 10 és este 6 óra között. A vándor kiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus és ne csak a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem. Ez a kiállítás teljesen ingyenes. Én azt gondolom, hogy jó program gyerekekkel is eljönni, és esetleg olyanokat is megszólítani, elhívni, akik nem kötődnek az egyházhoz, de a magyarságban, itt a Kárpát-medencében élnek. Fontos, hogy legyen közös egység. Nyilván a legjobb közös egység az Krisztus. Van, aki nem hisz benne, az a magyarságban, vagy egyéb dolgokban. De eljönni, elhívni, megmutatni. Az egység az, ami hiányzik a mai világban. És nyilván sok mindent mondhatunk, hogy mi nem tudunk mit tenni. Itt van a remek alkalom. Megmutassuk másoknak is, elhívjunk másokat is erre a kiállításra. 27-től 30-áig, reggel 10 órától 16 óráig lehet ezt megtekinteni, 18 óráig, bocsánat. Azt gondolom, egy szép élmény, jó lehetőség, a Jóisten kegyelme, hogy ide vándorol ez a busz, meg sok-sok embernek köszönhető. Éljünk a lehetőséggel. Mindenkinek kívánok Istentől megáldott, szép és nyugodalmas vasárnapot. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak! Istennek.